elfogta a fantáziámat ez a fejenállás és a jövőből átfolyás a múltba. Nagyon szeretek fejenállni, és az jutott eszembe, hogy a fejenállás az nem lenne egy jó ászana arra, hogy a koanokat megoldjuk? Kipróbáljuk. Vannak, amit egy levesbe érdemes kombinálni, van, amit nem annyira, de intuitív módon előjöhet a koannak a megoldása is óhatatlanul fejenállás közben, és nagyon örülök, hogy tetszik a fejenállás. Egyébként meg magukat az ászanákat nem elsősorban csak meditációra használták, hanem ami nagyon fontos, hogy azért az ember egy multidimenzionális lény, ami azt jelenti, hogy van egy kauzális teste, van egy asztrál teste különböző rétegekkel, ilyen értelmi réteg, mentális érzelmi réteg, energia réteg, van egy durva fizikai testünk, és itt ez az egész nyugati tudomány 24 órában szinte a fizikai testtel foglalkozik, attól elválasztja külön a pszichológiát az esetek többségébe, ami már egy kicsit foglalkozik nyilvánvalóan az asztrál testtel is, és pontosan az ászanáknak az a csodája, hogy te kiválasztottad az ászanák királyát, a fejenállást, de a többi ászana mind-mind ezt a szuperintelligens rendszerben lévő blokkádokat gyógyító hatással látja el, mind fizikai, mind energetikai, mind mentális, mind érzelmi, mind értelmi szinten. Magyarul egyesével nyit apró kis ajtókat kifelé, aminek a végén csak annyit tudsz mondani, hogy nem tudom, miért érzem jól magam, de nagyon jól érzem magam, és nem tudom megmondani, hogy ettől az ászanától, attól az ászanától, vagy amattól, csak azt tudom, hogy ha egy olyan tanító tanított, akinek van gőze és tudása az asztrál testről, mint például Swami Sivanandának, vagy Vishnu Devanandának, akkor oda összeállít neked egy olyan ászana programot, ami elsőtől az utolsóig mindig lök rajtad egyet. És mivel nyugaton az ászana könyvíróknak 90%-a nem jogázik, hanem ollója van, és ebből összerakja a másik joga könyvekből ezt az ollót, ők szépen van, amikor a gyakorlókat kioltják. Tehát a jogának az az egyik csodája, és ezt mérték is a 80-as, 90-es években, amikor ennek reneszánsza volt, hogy valakit elküldtek egy fitness terembe, jó közérzettel, de kicsavarodva jött ki a fitness teremből, utána megnézték az auráját annak, aki két óráig jogázott, és azt látták, hogy jobban fel van turbósodva, mint amikor bement, miközben egy csomó fizikai gyakorlatot is végzett. Pont. Mi az emberi lény feladata a Földön? Fogalmam sincs, légyszer segíts. Patanjali második fejezet 18-as szutra. Röviden. Bővebben is érdekel? Az első az tanulj meg a dharma szerint, a természet és a társadalom törvénye szerint élni. Kerülj összhangba a társadalommal és a természet törvényeivel. Ha ez már jól megy, tanulj meg pénzt keresni, hogy el tud látni magadat és a rád bízott szeretteket. Ezt úgy hívják, hogy artha. Utána próbálj megismerkedni a kámával, az érzéki megtapasztalásokkal, amelyiknek egyik oldalán mindig ott van az élvezet, a másik oldalon ott van a fájdalom. Ha ezeket mind megtanultad, és már nagyon sok élvezet van az életedben, akkor jó esetben ráébredsz arra, hogy egy szép napon meg fogsz öregedni, egy szép napon meg fogsz halni, egy szép napon beteg leszel, és mivel beléd van kódolva a halhatatlanság, ezért te lázadni fogsz ellene. És onnantól kezdve, miután ráébredsz arra, hogy ez a test ugyanúgy használódik el, mint ez a pulóver, és ha tönkre megy, a pulóvert se fogom hordani, ha tönkre megy a testem, azt se fogom hordani, de én nem vagyok sem a pulóverem, sem a karom, sem a fejem, én az vagyok, aki ennek a forrása, és az egész legnagyobb hibám és tudatlanságom az, hogy
a testemmel azonosítom magamat, és ezt nevezik tudatlanságnak, vagy nem tudásnak. És abban a pillanatban, amikor már nem ad elég élvezetet a káma neked, akkor ugyan még fogsz nagyon jókat enni, fogsz nagyon jókat inni, fogsz nagyokat szeretkezni, de már elindulsz a móksa felé, a negyedik életcél felé. Mi ebben a probléma? Az ugyan nagyon gyakran valaki azt mondja, hogy most már megtanultam pénzt keresni, én nem tudok leállni a pénzkeresésbe. 10 millióban, 100 millióban. Ha azt fogod egy szép napon érezni, és szoktam foglalkozni úgynevezett, már mondtam egy párszor ebben a társaságban, ilyen burnout menedzserekkel, akik borzasztóan tudnak pénzt keresni. Fantasztikus, havi 10 millió forint fölött átlagba. És boldogtalanok, már nem okoz örömet nekik az utazás, az étel, semmi, mert egyszerűen leakadtak a második állomáson. És nem mentek tovább a harmadikra, és nagyon sokannak még meg is áll a szíve menet közben, bár mindenkit sajnálok természetesen. Befejezve, ne feledjük el, dharma, artha, káma, moksa. És ezek természetesen fognak megjelenni az életedbe, ha van józan eszed, ha nem, mint másnak, akkor rosszul jártál. Omkárától szeretnék kérdezni, hogy a nagymester a képen hogy volt képes 17 órát ülni, hogy megosztott valami tapasztalatot ebben kapcsolatban esetleg? Az a helyzet, hogy megosztott, hál' Istennek is, meg egyébként is, mert írt több mint 500 könyvet, hivatalosan 300-at, és az a csodálatos benne, hogy megosztotta a saját idézőjelbe téve korlátait, hogy az, amikor 15 percig ment, abból hogy lett fél óra, 3 óra, 5 óra, és 16-ot mondtam, ez volt a maximum, amit a saját őróla írt írásokba fogalmaztak meg, és amiket itt tartok könyvek, ezek is, csak egy-egy verset fogok mindjárt felolvasni neked belőle, az a szerencsénk, hogy itt marha jókat beszélgetünk. Mindenki azt mond, amit akar, hazamegyünk, vagy elhiszed, vagy nem. Mert mindenki akkorát mond, amekkorát akar, mert nem kerül semmibe. Olyan, mint a Facebook, mikor fölrakom a 16 éves képemet. De maga az emberi önfejlődés, az átalakulás, az ott kezdődik, amikor bemész a zen terembe, azt reggel 8-kor rácsukja a főnök az ajtót, azt mondja, hogy 8 órát meditáltál, gyere ki. Tehát van ennek egy fájdalommentes, vagy viszonylag örömmel gyakorolt megvilágosodás formája. Van ennek egy nagyon rossz formája, amikor neki megyek, hogy a szunimnak ennyi időbe tellett, ezt megcsinom 2 hét alatt. És mikor rájön az ember, hogy lehet, hogy benne a tudatosba ő megcsinálja 2 hét alatt, de a 90% tudattalamba vagy tudatalattiba még 500 életre van szüksége. Én is valamikor szépen fogtam nagy pofával, és mondtam, hogy na, eljött az ideje, hazajövök Bangkokból, kimegyek a repülőtéren a kapun, és örökre befejeztem a repülést. Azt hittem, hogy elengedtem. És a mai napig nem tudtam elengedni. Pedig magamtól mentem el, senki nem mondta, hogy elmenjek. Ez az egésznek valószínűleg lehet, hogy a buddhizmusban is, de a jógában mindenképpen arról van szó, hogy ezek finom tudati folyamatok, finom tudati átalakulások, és mind Sivananda mester, és mind a többi mester arra próbált bennünket tanítani, hogy legyen ez egy hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással gyakorolt folyamat az önkiteljesedés, és sokan azt gondolják, hogy akkor idáig pilóta voltam, és most jógi leszek. Nem, mert a pilóta az mindig viszintesen megy, a jógi meg mindig függőlegesen. Tehát rá kellett ébredni az embernek, hogy 90 fokkal el kell fordítani az irányt,
mert repülni is lehet jógikusan, barátkozni is lehet jógikusan, és a jógával ellentétesen is. Lehet buddhistának bunkon lenni, és lehet buddhistának szeretetteljen viselkednie. Tehát ez a legnehezebb, és az elkeseredés sok ember életében úgy jön el, mikor már azt mondta, hogy én most már órákat meditálok, minden reggel fölkelek, megy minden rendbe, és akkor leelőzik bal oldalról. A rohadt anyád! Ezért meditáltam ennyit, ahogy mondták, hogy te tényleg, te nem meditáljál többet, mert hülyébb vagy, minél elkezdtem. Tehát az embernek rá kell jönnie arra, hogy ha a társasjátékban 20 szint van, akkor az életben is van legalább 20 szint, és direkt a társasjátékot úgy találták ki az istenek, hogy az utolsó szintek már nagyon nehezek legyenek, és ne adják oda neked a megvilágosodást az első életedbe, mert akkor meguntál játszani. És pláne egy olyan izgalmas színpadon játszol, aminek te írtad a forgatókönyvét, és te vagy a főszereplője. Ebből következően senkinek nem panaszkodhatsz, hogy milyen szörnyű életed van, mert az előző életeid alapján pont te fogalmaztad meg, hogy mekkora pofáncsapásoknak kell történnie ebben az életben azért, hogy végre észhez térjek. Ennyi. Peti. Meditálsz te egyáltalán? Te? Ritka. Nem. Vedd észre, hogy te főzőkanállal a kezedben meditálsz. Ezt mondtam neked nagyon sokszor. Tehát köszönöm. Elképesztően nagy történetek vannak zen templomok házfőnökeiről, konyhafőnökeiről, szerzetes vezetőiről, jeltelen hengja, azaz szerzetes növendékeiről, akik ristántoltak, lent mértek, észrevették, hogy száraz szar van a boton, és a meditáció az így nem köthető formához, bár a formálisat is tudni kell, azt szoktam mondani, aki a dharmatermen belül is tudja, annak kívül is tudnia kell, és aki kívül nagyon tudja, az jöjjön be, derüljön ki, hogy belül is tudja-e. Ez a 90 napos elvonulása, amelynek mindjárt a végét járjuk, egy pont egy hét múlva, több szempontból is különleges, számomra azért, mert most tudtam igazából a tanítványoknak a haladását más szemszögből nézni, mert én is változtam. Tehát nem azt néztem, hogy mikor oldja már meg azt a nyomorult koant, hanem azt néztem, hogy pont hogy fejlődik közben. Tehát világos, hogy eddig sem a koan megoldása a materiális, tényszerű, egysoros, egymozdulatos, egyszavas megoldás volt a fontos, mert ha az lenne, akkor leírnánk, publikálnánk, te megtanulnád, és boldogan a megvilágosodás látszatával hazamennél. De nem ez történik. A paradoxon olyan, amikor tényleg keresztre feszülsz, és az összes karmát kijön, ott egy kicsit meg kell halni. Az önképednek biztos, hogy meg kell halni. És közben az összes karmád előjön. Tehát van egy olyan tanítványom, akivel leíratom, hogy hány hibás válasza van, és hogy közben mit él át. Mert az a fejlődése, nem a megoldás a fejlődés, az a végpont. Azért kell egy újabb koan, hogy folytatódjék a fejlődésed, hogy dobd le a többi rétegedet is. Van egy olyan történet, amit a tanítványaim egy része ismer, de az ásram lakók és vendégek esetleg nem. Volt a 80-as években Szungszán zenmester keze alatt egy olyan tanítvány, aki ilyen nagyon híres lett, és nem maradt meg a zenben. A nagymester rendszerében akkor 10 kapu volt, most már 14, aztán 16 kapu lett, amely után te dharmamester lehetsz, ha a másik két aspektus stimmel az életedben, a helyes gyakorlat és a helyes életvitel. De ha csak a helyes előmenetel van, de nincs meg a gyakorlat, akkor nem tudsz tanítani, ha nincs életvitel, nem lehetsz még távolról sem példa. Tehát vállalhatatlan tudsz lenni. Az akkori 10 kaput egy nő egy 10 napos elvonuláson átvitte. Igen, mindenki így nézett, ahogy most te, én. Körbeszélgetés a 10 napos végén, és így világos, hogy azért szolgáló meg gyakorlatvezető, azért a nagymestertől tudja, hogy ott mi történik, és így itt most van valaki, aki hát ilyen nem volt.
De tényleg nem volt, nem is lett. A nő 10 nap alatt 10 koanon átment. És azért, amikor egy olyat hallasz, hogy Dokszán zenmester éppen a tájával ment a darmaterembe, amikor a házfőnök megállítja, és megkérdezi, hogy nagymester, a harangot még nem kondították meg, a dobot még nem ütötték meg, hová megy a tálkáival? Erre Dokszán zenmester szó nélkül visszatért a szobájába. A házfőnök elmondta Amdúnak, a szerzetes vezetőnek a történetet, mire a szerzetes vezető kijelentette, Dokszán zenmester nem érti az utolsó szót. Ez Dokszán fülébe jutott, magához kérette Amdút, és azt kérdezte, nem ismersz el engem? Mire Amdú súgott valamit a nagymester fülébe, aki megkönnyebbült, oldódott a feszültség. Másnap, amikor a szószéken megkezdte darma beszédét Dokszán, Amdú fölállt, tapsolt, és boldogan kiáltva kijelentette, a nagymester megértette az utolsó szót, most már senki sem találhat benne hibát. És ezt elsőre. Ebből 3, illetve 4 kérdés lett. Az első, mi az utolsó szó? A második, mit súgott Amdú a nagymester fülébe? Hogyha te lettél volna a zenmester, mit tehettél volna, hogy elkerüld ezt az egész hajcihőt, ami a templomban volt? És ezt egy slukra. Tehát ez olyan, hogy ezen nagyon sokat dolgoznak. Tehát ilyen fél éveket tudnak hétköznapi zentanítványok ezen úgy kotlani, mert az elméjük olyan helyekre elmegy, és olyan tévutakat bejár, hogy az hihetetlen. De az út, az bejárandó az illető által. Anélkül nem megy főfelé, csak horizontálisan. Vagy egy egysoros, ami a 10-es, ez a 8-as volt. A 10-es, az egér macska eledelt eszik, de a macskatál el van törve. Ez mit jelent? Egy sor, egy kérdés. Nekem 1 év volt. És nagyon jó volt, hogy 1 év volt. Tehát ez olyan szépen hámlott le rólam az összes bőr, ami lehámolhatott ezen koan nyomán, hogy hihetetlen. Most aki túl könnyen átmegy ezeken a koanokon, ott nincs változás, nincs küzdelem. Bejönne ide valaki a Sivananda joga ásramba, és az összes, mind a 8.400.000 ászanát így elsőre tökéletesen fejenállástól a Bathakonászanáig, mindent, a 8 rétet, a yama, niyama, ászana, pranayama, pratyahára, dárana, gyána, szamádi, mindent, csőből. Van fejlődés? Nincs. Biztos lehetsz benne. Neki mást kell csinálni, akkor lehet, hogy el kéne menni szakácsnak. És úgy fejlődni. Úgy lehet, azt tudod. Úgyhogy nézd meg, hogy mi az a feladat, ami motivális, és megmutatkoznak az akadályaid is. És abba, hogyha beleakadsz, akkor kiderül ám az élet értelme. Nagyon gyorsan. Ezért nem jó a túl könnyű út, de túl nehéz sem. Tehát én, hogyha nagyon nehezet akarnék választani, akkor mondjuk matematikus szeretnék lenni, mert nem értek hozzá. De síkra nem. Tehát, hogy 4 alapművelet, 100% gyök, 4, az kész, ennyi volt. Talán egy kis geometria, de utána végem van. Tehát nekem, hogyha mondjuk algebráról van szó, akkor olyan érzésem van a homloklebenyemben, mint hogy ilyen samu kalapáccsal követ törnének. És ezen még azt sem változtatott, hogy gimnázium 2 évében az ország egyik legjobb matek tanára volt a csoportvezetőnk. Tehát nem választom, mert nincs affinitásom, 0 tehetségem sincs hozzá. De ahol van tehetség, és van motiváció, és van akadály, és kinyílsz, és változol, és transformálódsz, ott van az út. Ahhoz van energiád is, mert hiszed, hogy meg tudod csinálni. És innentől kezdve mindenki legyen szíves, válasszon valamit, ami nehéz, de nem lehetetlen. Amiben tud hinni. Ami által olyan emberré válik, aki egyébként szeretne lenni, csak még dunsztja sincs, hogy ezt hogy csinálja. Köszönöm a lehetőséget. És azt szeretném kérdezni, hogy mi a koanoknál, hogyha elakadunk, akkor azt addig kapjuk az arcba, amíg valahogy át nem megyünk rajta. És ez az ászanáknál is így működik, vagy ott van az, hogyha nagyon nem megy egy ászana, akkor egy kicsit jegeljük, és aztán később visszatérünk rá, csináljuk inkább a kellemes ászanákat, vagy az ászanát is addig kell erőltetni, amíg valahogy nem jön össze. Azt hiszem, hogy az erőltetés szót el kell engedni, és helyette azt a szót betenni, hogy
engedni, hogy megtörténjen, hagyni kell, hogy megtörténjen, mert maga a belső átalakulás az egy lassú folyamat. Egy emberi test azonnal nem kész mindenkinek a lótuszülésre, és a legnagyobb problémák ott jönnek, hogy Swami Sivananda 2 órát töltött egész életében a mesterével. És utána sokan úgy gondolták, hogy akkor ők is. És csak nagyon sokszor azt nem vesszük figyelembe egy-egy fejlődési fokozatnál, hogy lehet, hogy Swami Sivananda előtte, előző léteiben évtizedeket töltött a mestere lábánál, és például ott van Swami Vishnudevananda, akit jobb oldalt látsz, aki saját maga nyilatkozta, hogy egyszerűen, amikor Sivananda elhívta ászanázni, így előjöttek az előző életéből az ászanák. És visszatérve, ezt a 2 sort engedd meg, hogy neked felolvassam, milyen attitűddel kellene valakinek gyakorolni? A jógi 6 minőségen keresztül ér el sikert. Derű, álhatatosság, bátorság, igaz tudás, szilárd hit a guru szavaiban, és az alkalmatlan társaság elkerülése. Már 12 évet ott volt a lábainál, és megkérdezte, hogy mester, mondd meg, hány élet szükséges még, hogy megvilágosodjak? Azt mondta, mester, még 4. Tanítvány abban a pillanatban megvilágosodott. Tehát ebben van az, hogy teszem a dolgomat, és nem rekordokat akarok futni, hanem ahogy József Attila mondta, dolgozni csak rendesen és szépen, úgy, ahogy a csillag jár az égen, úgy érdemes. És én nagyon sokszor csináltam az életben, hogy behozzam az elmaradásaimat, hogy nem volt érdemes. Tehát visszatérve, most nem tudok sajnos a kornokhoz viszonyítani, mert ez egy úgy látszik egy önálló tudomány, majd egyszer megpróbálok elmerülni benne, de magánál, az ászanáknál az a vers jön mindig elő, hogy hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással. És ebből bármelyik hiányzik, tehát például nincs meg a hit bennem, vagy nincs meg az odaadás. Odaadás közben csinálok egy napüdvözletet, de közben hallgatom a rádiót. Vagy a tévét nézem sandító szemmel. Tehát rengeteg apró, az egész estének, ha lehetne még egy mondatot mondani, hogy mi lehetne a mottója, az a hártya, ahol a jövő átmosódik a múltba, ott maradni, és akkor megvan a csoda bennünk. Mert ha ott vagy abban, amit csinálsz, akkor nem tudsz másut lenni. Ha ott vagy abban, amit csinálsz, akkor annak jónak kell lenni. Ha ott vagy, amit csinálsz, az tudat összes energiája arra a pontra fókuszálódik, és akár szamádiba is eshetsz. Mert létrejött az egyhegyű, az ekagráta elme. Lehet, hogy csak nekem nem világos, de miért a jövő a múltba, és miért nem fordítva? Tehát, hogy miért a jövő mosódik át a múltba? Én lehet, hogy... Valójában ezt mind a ketten tudjuk, hogy nincs se jövő, se múlt, mert ezt már megbeszéltük egyszer, hogy gyakorlatilag úgyse tudok cselekedni. Itt nézzük azt, hogy mindjárt a választ is adok. Tételezzük fel, hogy a ti oldalatokról ugye ez a múlt, igaz? Ez a vékony lap a jelen, ez pedig a jövő akkor nektek, igaz? Na most fogom magam, mennyit tudok cselekedni a múltba? Ki az, aki tud közületek a múltba cselekedni? Úgy tűnik, hogy nem. Ki az, aki a jövőben tud cselekedni? Van-e közületek valaki, aki már cselekedett a jövőben? Úgy tűnik, hogy ez sem megy. Úgy néz ki, hogy ez a jelen az,
ahol cselekedni tudok, aminek ez a fele már múlt, ez a fele még jövő. Idő egyetlen egy helyen van az én elmémben. Abba a pillanatban, amikor az elme megáll, kiléptél a térből, kiléptél az időből, és halhatatlanná váltál. És van még egy nagyon nagy keserv is. Abszolút boldog lettél. Ez az ajándéka a megvilágosodásnak. Kicsit így egy méterrel arrébbról. Azt szeretném idézni, amit a Gyémánc útra mond, hogy a múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Tehát láttad a könyv hasonlatot, én a könyv gerincére szeretnék összpontosítani, ahol ezek a lapok találkoznak. És ha ezt a Gyémánc útrabeli tanítást nagyon jól értelmezed, mert mondjuk tapasztalod is, hogy ebben a pillanatban mi van, akkor látod, hogy a múlt, jelen, jövő kontinúma akár lineáris, akár ciklikus, akár ennek a keveréke számodra az elme terméke. Visszafordítva az egyenletet, a múlt, jelen és jövő összes karmája ebben a pillanatban van. De ezt az elme teríti ki múlt, jelen, jövő síkra. Ha innen nézed, ez egy akkora töltés, hogy csak lelőni lehet, de leállítani nem. Tehát ezt, hogyha tapasztalod, akkor az okozatiság törvényen belül minden lehetséges. Minden. És nagyon pontos leszel. Ugyanis, hogyha leválsz a téridő működéséről, leváltál az univerzumról. És akkor nincs meg az, hogy az idő tisztelete, az ember tisztelete. Csak azt tűnt fel, hogy mindig a jövő folyik át a múltba ebben a kifejezésben, és soha nem fordítva. Mert tiszta vagy, érted, de van, akiknél ez fordítva van, és a múltnak a kakia rávetül a jövőre, és a múlt narratívájából szeretnék a jövőt összetákolni, és ezzel elrontanak mindent. De úgy mondtam, hogy a jövő folyik át múltba. De úgy tetszett mondani, és ez így gyönyörű. Ja, csak amikor fordítva van, akkor a pillangó szelep megőrült, és így... Érted? És a kakinak le kéne folyni, de visszafolyik. Most gondol, lehúzod a vécét, és följön. Hát ez az, ami... Hát ez borzalom. Itt kellene megállni talán pont annál a gondolatnál, hogy amit nem sikerült megoldanod jól, azt úgy hívják, hogy agami karma, a meg nem oldott feladatok, azokat szépen az osztályvezető január 1-én újra odaadja, azaz a következő születésnél, és így megint a múlttal találkozol, az összes meg nem oldott feladatod, addig futkosunk körbe velem együtt a szanszárában, a születések és halálok körforgásában, ávariáció, az összes feladatot tökéletesen megoldjuk, az én esetemben ez illúzió. B-variáció, megpörkölöm az összes karmacsirát, hogy ne tudjon kikelni, és nincs más meg. Miért kell újjászületnem? Azért kell újjászületnem, mert a vágyaim kényszerítenek mindig az újjászületésre. Kikapcsolom a vágyat, kikapcsoltam az újjászületést. Istennel akarsz találkozni, kiöntöd a bögréből a világi gondolataidat, a pohár alján ott van Isten. Vagy Buddha, vagy Brahman, vagy tiszta tudat, vagy Allah, használd azt a szót, amit te szeretnél. Apróság, de hogyha a vágyat kikapcsolod, akkor a haragot is légy szíves, mert az egyik a másiknak a fonákja. Tehát nézd meg azt, hogy amikor meghiúsul a vágy, akkor milyen haragos tudsz lenni. És hogyha rájössz arra, hogy a harag által nem éred el, amit szeretnek, akkor megfésülöd a kopasz fejedet, és rögtön a haragból vágy lesz, tehát a destruktívból konstruktívvá minősíted át magadat, mert akkor nem tudod elérni a vágy tárgyát. Tehát éppen ezért, ha a vágy és a harag közös nevezőjét nézed, azt úgy hívják, hogy akarat. Oké? Az az akaratvektor, ami tele van a karmáddal, ebből van a tanhá, a létszomj. Tehát, ha te, mint énség akarsz valamit, és ennek egy vektor iránya van, az meghatározza a következő testesülést. Oda, azokhoz, akkor és úgy. Ahogy ez a vektor folytatódhat. Ezért kell nagyon vigyázni.
És ezért érdemes ebben a pillanatban látni, te miért születtél magyarnak, miért születtél a szüleidhez, miért születtél oda, akkor és úgy. Itt kezdődik a csoportkarma feldolgozása, a családi karmája is. Így már kicsit komolyabb. Eddig is az volt, de ha ezt hozzáveszed, akkor nagyon komoly a történet, mert hogyha te ugyanezt megóhajtanád ismételni, akkor bolond lennél. Tehát nem ezzel a születéssel van a baj, a fejlődés hiányával van a baj. És ekkor, ha ez tetszik, ha nem tetszik, akkor is, játssz el egy játékot. Van 10 perced. 10 perc múlva fájdalom és szenvedés mentesen meghalsz. 10 perc alatt viszont teljes szabadsággal azt a karmát pakolod ki magadból, amit szeretnél, és azt emeled be, amit szeretnél, magyarul azzá válnál, akivé tényleg szeretnél lenni, de az 10 perc múlva snitt, és egy következő testben, oá, oá, újra kezdi gyermekként. Lenne munka? Lenne kapkodás? Éreznénk a 10 percnek a súlyát, vagy pedig így lazán fejenállásból megcsinálnád az egészet? Gondold át? Gondold át? Mert itt azért, amiket hallasz, mint top-level tanítás, ennek az implikációi, a mögöttesei elég súlyosak. És itt egyikünk se a bűntudat iskoláját tanítja, hanem inkább a felelősségét. Mert paradox módon pont a felelősség vállalásával nyered el a szabadságodat. Sportolás közben derült ki számomra, hogy a testem mindig nagyon sokszor megfeszül, amikor nem kéne, és ez az életem több más helyzetében is megjelenik. Dolgozom ezen, keresem az okát, de az lenne a kérdésem, hogy ti mit javasolnátok? Lazíts! Igen. Igen, hogy ti hogy szüntetnétek meg a helyemben ezt a feszültséget? Figyeld a lélegzetedet, és mosolyogj. Látod, megy ez? De amennyire ismerlek, Péter, az elméd feszültsége megelőzi a test feszültségét. Tehát nézzek, hogy mi az, ami belül a csittában szépen az elmédbe bekapcsol. Ez gyakorlatilag egy ilyen láthatatlan méteren, így ekkora nagy tüske, amikor valami az akaratodból bekapcsol, és már folytod is el, és nem is akarod kivitelezni, holott az előbb akartad. Tehát egy ekkora nagy feszültséggörbe, vagy tüske. Na, ettől merevszik meg a test. A test önmagában egy tök jó dolog, de az elme el tudja rontani, elképesztően el tudja rontani. És hogyha a testben rendet akarsz csinálni, ott az elmében is kell, nincs mese. Jó? Mennyire, mikor relaxáltál utoljára? Szoktam reggel meditálni. Tehát. A kettő között igen jelentős különbség van, nagyon sokan nem is értik ezt, mert egy relaxáció közben folyamatos tudatáthelyezések vannak, és nem csak fizikai áthelyezés van, hanem az egész komplexumban helyezel át figyelmeket. A meditációnál meg legalábbis egy helyen szokta tartani az ember a figyelmét. Visszatérve, hogy mennyire van benned sportolás közben egy olyan érzet, hogy te teljesíteni akarsz, és nem a teljesítményt hagyod, hogy megtörténjen. Hagyd meg a rendkívüli teljesítményt azokra a pillanatokra, amikor ha nem ugrasz, vagy ha nem a fogaddal nem haragsz bele, akkor elpusztulsz, a többi helyre meg adjál magadnak teret. Például én egy fantasztikus autóvezető voltam, amikor életemben először autón volt, akkor úgy mentem le Balatonra, hogy 2 méterre mentem az előttem lévő kocsittól, és a fényszórót igen gyakran használtam, amikor a dudát nem értem el. És azt vettem észre, hogy mire leértem Balatonra, addig egy hulla szállt ki majdnem az autóból, úgy elfáradtam, mert ez hol fékezett, hol gyorsult, és akkor egy szép napon fogtam magam, valamiért ilyen izéket festenek ott föl az autópályán, ez volt a követési távolság, és mikor nem akartam már senkit se legyőzni az autópályán, abban a pillanatban már kipihentem, vezettem, és a köldökömből engedtem ki, először a köldökcsakrából engedtem ki nem is tudom, minek nevezzem azt a feszültséget, hogy itt teljesíteni kell az autópályán is. És használtam folyamatosan, amíg nagyon agresszív voltam, lehet, hogy néha most is kijön belőlem, de használtam folyamatosan
autoszuggesziós parancsokat az autópályán, amit futás közben is lehet. Ez a teljesen elengedem, hagyom, ellazulok, stb. Jelszavakat, amivel végül is egy nagyon elengedett, nagyon laza állapotban ugyanaz megtörtént, mert nem értem le később Balatonra akkor se. Úgyhogy én azt javaslom neked, hogy valamennyit dobjál be, ha tudsz valamit sikeresen használni ezekből a technikákból, ami nekem megszépítette az életemet, mert sokkal jobb volt az érzés. Sőt, mi több, mondok neked még egy példát. Sakkban mindig úgy sakkoztam, hogy nagyon gyorsan akartam lépni, pláne a másik valami fájdalmasat lépett. Általában ki is kaptam ilyenkor, mert nagyon gyorsan indulatból lépte. És elkezdtem úgy sakkozni, hogy lefogtam az egyik ujjamat a másikkal. És ezzel akadályoztam meg, hogy indulatból lépjek, és utána rájöttem, hogy ez nagyon sokszor az életemet jelentette. Például utasszállító gépen utasok beszólnak a kapitánynak, ez nem én voltam, kapitány, ég a hajtómű. Ez egy valódi történet. Nagyon gyors reakcióidővel azonnal le kell az égő hajtóművet állítani. Igen, olyan gyors volt a reakcióidő, hogy a működő hajtóművet állították le. És mikor a repülőtér környékén voltak, akkor volt egy állóhajtóművük, meg egy égő hajtóművük. És meghalt 90 ember vagy 80 ember azért, mert valaki nem fogta meg a kezét, és nem számolt háromig, hanem azonnal cselekedni akart. Tehát ezek a villámgyors cselekedeteket hagyjuk meg az élet kritikus szakaszaira, és akkor kienged a harmadik csakrád, a köldök környéke, és valószínűleg egy nagyon komoly boldogságfaktor fog megindulni az életedbe, a mostanihoz képest még több. Az a jó, hogy ismerem az edzőjét is, tehát én tudom, hogyha nagyon-nagyon el akarja érni, és nagyon át akarja törni, akkor még 50 fekvőtámasz, még 100 béka ögetés, mert Szifó észreveszi. Úgyhogy jó kezekben vagy, és jót hallottál. Én nekem ez semmit nem kell fűznöm. Edzé tovább. És várunk a templomban is, mert hidd el, az interjú szobában én fogom gyakorlatilag az összes ilyen kis ilyen kis akarom, nem megy, akarom, nem megy. Micsoda. Ide tessék visszatérni. Ja? Következő kérdés? Volt egy olyan mondat, hogy a nem tudás, illetve a tudatlanság. És ezen elkezdtem egy kicsit molyolni. Jól érzem-e a kettő között a nagy különbséget? Nagyon jól, de örülök, hogy föltetted ezt a kérdést. Nekem évekbe telt, amíg az ignorance és az avidyá, valamint a Niroda és a Donno közötti különbséget meg tudtam tenni. Tehát engem nagyon zavart a zenben az, hogy nem tudom, mert a nem tudással azonosítottam, ami a nem látás valójában. Tehát az avidyá, ugye, zenesek, az a fosztóképző, az azt jelenti, hogy a nem látás. Tehát a tükröd teljesen le van fedve illúziókkal, hamis azonosulásokkal, stb. Ami egyébként a gondolkodásból is fakad. Másból is, de ebből is. Tehát a nem látást azt úgy fordította a nyugat, hogy ignorance, nagy részt. Aztán ez úgy is átment, hogy nem tudás, és ekkor információ hiány lett belőle. És az a tragédia, hogy elkezdték beemelni a jó buddhisták, lehet, hogy a jóga követő is egyen-ketten, az ilyen vastag köteteket az elméjükbe, és nem lett jobb. Ha nem gyakorolnak, és a mester segítségével nem egyszerűsítik le ezt az egészet, és nem válnak le a fogalmi valóságról egy magasabb szintre, akkor ez többet árt, mint használ. Tehát nézzük meg, hogy a téves nézetek azok gondolatokból és egyéb dualisztikus képzetekből rakódnak össze. Az ezzel való azonosulás az avidjá, vagy a nem látás, és ezt nem tudásnak is fordítják, még a mai napig nagyon sokan. Viszont a nem gondolkodó tudat, a nem azonosuló tudat, így a nem tudó tudat, az a felébredésnek a záloga. Ez a don't know mind, vagy mind of no mind. Tehát ez a tudat, amely nem az elme. Okay?
mivel én nagyon bíztam, és a mai napig bízom a nagymesterben, Sung San Zen mesterben, én a fogalmi megkülönböztetéseket későbbre tettem. Én engem nem zavart, hogy az én elmém nem tudja ezt, sok más nem tudtam, és a mai napig nem tudok egy csomó mindent. De azt, hogy egy bizonyos mantrának a jelentését 12 évre rá tudtam meg, de a hatását már éreztem az első napon, ez nekem már egyfajta bizonyosság volt, hogy amit az elmém nem tud rendesen, az majd az útnak a tapasztalata valahogy helyre fogja hozni. Tehát az, hogy ez nem az ismeret hiány, hanem a téves nézetektől való mentesség, így a nem tudomot és a nem tudhatót nagyon jól el lehet különíteni. Tehát az információ hiány az egyszerű tudatlanság. Ezzel épp elég baj van. A túltöltött elmével is rengeteg baj van. A gondolkodás meghaladása az ez a nem tudható, de tapasztalható önvaló. És innentől kezdve bíz abban, ami nem név és nem forma, amit az elme egyszer sem fog fölfogni, mert mihelyt fogalmat akar alkotni róla, kicsúszott a kezéből. És akkor gyönyörűen elkülönödik az, ami pusztán a tudás hiánya, vagy pedig a gondolkodástól való mentesség és az egyéválás. Nagyon szívesen. A jóga világában, meg a védák világában tudatlanság a mulandóval való azonosulás, tudás az örökké valóval azonosulás. Fő probléma az, hogy ezt keverni szoktuk. Az Isa Upanishadot szeretném részemről végszóként idézni, remélem jól, ha nem, akkor majd kérem a helyes változatot, hogy sötétben járnak azok, akik csak a mulandót keresik, de még nagyobb sötétben azok, akik csak a múlhatatlant. Ha rájössz, hogy a mulandó és a múlhatatlan végső soron egy, akkor átléped a halál kapuját. Köszönöm a figyelmet. Van nekünk egy nagyon kedves mantránk, pont ide passzol. Maha Mrityun Jaya, Maha Nagy, Mrity Halál Jaya. Legyőző, a nagy halált legyőző mantra, amit az Ayurvéda is használ gyógyítás céljából. Ezt háromszor elzengjük, elköszönünk, és jön az osztályfénykép. Rityos Mushiyam Amritat Om Priyambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Yavabandhanam Rityos Mushiyam Amritat Om Priyambakam Yajamahe Sugandhim Vártanám, urvárukam éva bántanám, mrityod muksíjam ámritát, om shanti, shanti, shanti. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet, és most szeretném a legfrissebb könyvünket, a Kis Buddhák nevezetű könyvet Omkárának dedikálni. És ez az a mozdulat, amivel már ugyan páran megismerkedtetek, hogy a zennek a fényét a monasztikus kultúra mellett a családi karmára is ráirányítjuk, és megpróbáljuk azt a társadalmat segíteni, ahhoz születtünk. Szeretettel, tisztelettel és barátsággal. Köszönöm szépen.